Zalavár itt különleges helyen őrzöm a szívemben, mert az első lépéseket az építészeti porondon az ő műtermébe tehettem meg, és nem csak az építészet legmélyebb titkaiba avatott kvázi zenmesterként be, hanem emberségből kaptunk iskolát. Nagyon ritka ma az olyan építészeti alkotó, aki úgy képzi a tanítványait, hogy lényegében nem tanítva megy előre. Az ő személyiségét, ha zenei példával tudnék élni, talán Kodályhoz és Bartókkal összevetve a kettejük összegyúrásából tudnám megálmodni. Mert benne volt az a nyugodt, tiszta, magabiztos, konzervatív életszemlélet, ami annyira hiányzik ma nekünk. Ugyanakkor benne volt egyfajta állandó útkeresés, egy állandó önkínlódással teli bizonytalanság arra, hogy milyen lesz a jövő építészete. Amikor ő kiment az erdőbe munkaidő után, mert 6 órakor letehettük a tollat, akkor én tudom, hogy zenével és az erdei sétáival hozta le azokat a gondolatait, amit fel másnap a Virgonc fiatal építészek közé bejött. Ez a fajta szemléletmód, ez a fajta világlátás, ez példamutató. Úgyhogy őt úgy őrizzük meg az emlékezetünkben, mint ennek a kornak az egyik legstabilabb, legcsodálatosabb építészmestere. Mindig önálló életet élt, és ebben az önálló életben társakat keresett magához, és építészeti oldalról életének egy adott periódusában engem is megtalált, és abban a szerencsében volt részem, hogy dolgozhattam vele együtt. Egy autonóm egyéniség volt. Egy igazi reneszánsz ember, aki nem csak az építészetben él, de ugyanúgy a zenében, a természetben, a csillagászatban, a tudományban, mindenről volt véleménye. És mert beletartozott a teakultúra, a sportszeretet és a természet szeretete is. A vele való együtt dolgozása soha nem szigorúan csak arról szólt, hogy lerajzoltuk azt, amit ő gondolt, hanem közben beszélgettünk egymással, megismertük a világlátását, ő is megismert a mi világlátásunkat. Adott esetben vitatkoztunk is, de alapvetően nyilván figyeltük, hogy ő bizonyos dolgokat hogyan old meg, hogyan reagál le, milyen módon próbálja megvalósítani az elképzelését adott szituációkban. Ez egy nagyon komoly iskola volt számunkra. Azt mondhatom, hogy ő nagyon figyelte, hogy mi zajlik körülötte, és ha belekérdeztünk valamibe, nagyon egyenes és tiszta választ adott. Olyan gyorsan és olyan tisztán, egy olyan párolási rendszeren keresztül vette végig a kor történelmi, kulturális, tudományos eredményeit, hogy mindig egy egyedi módon párolta le ezt. Ez természetesen kellett az a fajta szemlélet, amit ő tükrözött. Nem mondanám, hogy függetleníthető volt a kor építészetétől, de talán a saját kortársa is azért nem értehették meg, mert olyan fajta válaszokat adott, amit ma évtizedekkel később látunk csak a történések folyamán, hogy az miért volt. Ilyen szempontból volt szerintem az Zalavári elképesztően avantgárd egyéniség. Én azt gondolom, hogy az ő generációjára, de ő rá mindenképpen nagyon erősen hatott az a dániai utazás, ha ezt mondhatjuk így, ami a II. Világháború végén egy komplett évfolyamot érintett az építészek közül is. Ez a szűken vett 2 év, ez nagyon nagy hatással volt az ő hozzáállására az építészetben. Egy olyan sajátos eredet hozott létre ebből a dániai kultúrából, a magyar népi építészetből, hogy ettől ez egy önálló valamivé vált, és ez benne a tényleg valóban csodálatos dolog, hogy az a fajta szerkesztettség, amit ő egyébként fontosnak tartott, a modernnek a letisztult tisztasága, a letisztult hozzáállása mellett, emellett ő behozta ezt a reneszánsz mesterektől ezt a szerkesztettséget, és ezt végig is vitte a házain, ez egy fantasztikus dolog. A könyv ötlete úgy született, hogy egy közös munka kapcsán ott ültem Zalavárinál, aki egyszer csak mind nekem szegezte a kérdést, hogy hát csinálnánk-e együtt egy könyvet róla. Több mint 60 éves építész pálya valaháta mögött, nem született még róla monográfia. Másfél évig jártam hozzá interjúkat fölvenni, igazából beszélgettünk, főleg ő beszélt, rajzolt, fantasztikusokat tanultam tőle, így született a könyv, nagyon sajnálom, hogy már nem érhette meg. Olvasni olvasta, de látni már nem láthatta. Az építészek feladata, hogy elmondják a nem építészeknek, hogy mit csinálnak egész nap.
Nagyon kevés olyan irodalom van, ahol az ember megismeri egy építésznek a szakmai hátterét, és ugyanakkor az embert, ami mögötte van. Ezt a könyvet azért szeretem, mert az én szakmai pályámon nem találkoztam még olyan típusú monográfiával, ez a kettőség ilyen világosan, ilyen szépen, ilyen olvasmányosan, közérthetően, de szakmai színvonalon jelenik meg. Tehát aki meg akar ismerkedni 60-as évektől a mai napig azzal a építészeti korral, amiben valójában mi mestereink éltek, akkor ezt a könyvet kell legelőször kezébe vegye.